Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretném bemutatni önöknek Melissa Marie Schreinert, aki már többször járt Ottawában. Dear Melissa, I can't forget the time when you came for the first, when we came with Mark, right? And yes. then you haven't been doing anything at that time, it's just you were an accompanist for him. Yes. But at that time, I figured out that you're actually a singer. Mm-hmm. So we started singing together a little bit here and there, and then I thought maybe it would be a great idea for you to come here. Yes. And you have been here already 2 times and singing with me. Yes. And this is a 3rd time, if I am not wrong. Am I right? That's correct, yeah. Okay. So what do you think about the Ottawa? Do you like to come here? I love coming here. I was saying to Tibor that it feels like a home away from home. I love to come here and sing for everybody and see all my friends. It's beautiful. You must have quite a few friends now, right? Every time I get to know somebody new, yeah, yes. Okay. And remembering people. And each time I come, I remember a little bit more Hungarian. I'm getting a little bit better at the language. Next time, the interview will be conducted in Hungarian. I know. I'll do my best. Okay, very good. So tell me something about this tonight's performance and also about your partners. Because before you have been here with someone else as yes. well, where we have sort of shared the concert. Mm-hmm. Classical was played by me and the jazz part was somebody else. But now you've got completely new people with you. Yes, I do. So can you tell us something about them and how sure. you found them? So I met Robert Horvath while teaching in Toronto. He and I both taught on the weekend and we became friends, and that's how I know Attila, is through Robert as well. And Robert and Attila tend to accompany me on some of my concerts down in Niagara where I'm from. And so when I got the invitation to come to the Hungarian house, I thought, I need to bring my Hungarian musicians. That would be a lot of fun. That's very good for us, yeah. because we like to see Hungarians yeah. doing something with you. And I love really working with them. Yeah. Well, you're welcome. So you said that you have a new project, Singing in the Messiah. I do, sometime yes. Sometime in the spring. That's going to be in December, in actually. December, yeah. yeah. Okay. So that's down in Welland, actually, this year, with a group called Corralis Camerata. Conducted by David Braun. This will be my 2nd time doing the Messiah with them. Yeah, I'm really excited about it. I'm sure that's a big work. And it is. That's one piece which has been performed for hundreds of years now, practically every Christmas time. Yes. In Ottawa too, of course. Mm-hmm. What else have you got in mind? Well, I do an annual Christmas concert. So this is my 9th season. It's called The Songs of Christmas. So this is kind of my heartbeat concert. I love. Any Hungarian Christmas music? No. You should put something in I know. There. I don't know any Hungarian Christmas songs. I should I learn can some. Send you some. Really? Would you? I will. I bet there would be some people in the audience who would love that. So this year, I'm having something a little bit different each year. I try to push myself and stretch my wings and. So this year I'm including If All Goes Well, still slightly in the planning stages, but if all goes well, I will have a male chorus joining me, a barbershop chorus. Oh, so that will be interesting. So we're going to share concerts. Mm-hmm. I'll sing with them in their concert in Burlington, and then they'll come and join me in St. Catharines. Well, it's interesting that you are actually active in both styles, the classical mm-hmm. and the jazz styles. Which is your favorite? Really prefer jazz because I don't really have to think about it too much. It's yeah, it's pretty it's much more relaxing. It's right? really it's and so the much classical fun. Is so much demanding. Oh, very much so. And has to be so well prepared. Yes, and precise. And yes, exactly. You don't want to make any mistakes. Of course, yeah. And of course, we know that there's a lot of competition nowadays on yeah. the television. You can see the best opera performances from the Metropolitan, but doesn't matter because. Something done in person, locally, mm-hmm. in the presence of the audience is still more interesting. Well, I try to sing, you know, the best I can from the heart mm-hmm. and help people just get taken away for a moment or two, mm-hmm. you know, from their daily routine and enjoy the music and enjoy the melodies. And if the lyrics even speak to them, then that's mm-hmm. beautiful for me.
You have been singing some of these pieces that I heard tonight, even before with me. So it was interesting to listen. Was that nice for you? Sit yeah, back and course. listen? Why not? I'm listening to operas all the time anyway. Yes. So it's, but it was interesting to see and be outside and not inside the performance. Which is your favorite composer in the classical field? Wow, that's a really good question. I really enjoy Liszt, and I'm not just saying that because but of Hungary. You didn't do anything today. I know, because I had a bass player. So a lot of the music I know is yeah. just piano and voice. So maybe next time. You had to, of course, give yeah. something to the bass player. It's exactly. Just not you know, up. I thought about asking him to make some parts for that, but we had enough music that... Oh, that was a really very substantial concert. Yeah. Full 45 minutes, even yeah. more, I think, especially with the encore. So that was really great, and thank you very much. You're welcome. Any other plans for the future? Well, not only do I do the classical music and jazz, but I've also been back to songwriting, which is something I haven't done for about 10 years, but the last couple of years it's sort of come back to me. Maybe next time you come, you should include one of your own songs. I would be so happy to do that. Yeah, that would be a lot of fun. Totally different style again, more of a folk singer-songwriter feeling, but that's, you know, that they're your own songs, so they mean a lot to me, and people tend to like them, so I'm grateful that people want to listen. Good. Okay. We are looking forward to it, and thank you very much for thank your you, Gabor. Concert again. You're welcome. And we'll hope you welcome Melissa one more time in the not too distant future. Thank you. Thank you. You're welcome. Szeretettel köszöntöm Horváth Robertet és Darvas Attilát. A Classy Jazz előadásnak voltatok a részei, Melissa Murray Schreiber-t kísértétek. Egy kicsit megnéztem a zenei hátteret, de ti majd elmondjátok nekem, hogy honnan jöttök, és hát kezdjük Attilával, a nagybőgős. Köszönöm. Bartók Béla a Zeneművészeti Szakgimnáziumban konzervatórium volt, akkor most már egyetemnek számít. Ugyanaz az iskola, ugyanazokkal a tanárokkal. Igen, és olvastam, 87-től élsz Kanadában, és ebből a kérdésem, a zenéből élsz meg? Nem, ez... nem. Tanítok is, zenéből is élek, és a bíróságon vagyok tolmács, meg a Refugee Boardnak is. És ez inkább hobbi, vagy ilyen félállás? Így a kettő kiegészíti egymást. Megkérdezted, hogy kikkel zenélsz együtt, milyen formáció, és főleg ugye itt volt egy klasszi jazz, volt az előadás címe, volt egy klasszikus zenei része, és volt a jazz. Melyik áll hozzád közelebb? Mind a kettő, egyformán. Ha választani kéne, a klasszikus zenét szeretem jobban. Igen. De azt hiszem, hogy mind a kettő. És milyen zenekarokba, kikkel lépsz fel? Hát az évek során volt szerencsém szinte mindenkivel Torontóba játszani. Ismertebb nevek talán a Guiro Basso, a trombitás, egy másik magyar honfitársunk, a Bottos Robival együtt voltam kb. 14 évig. Nem tudom, soroljam tovább. Köszönjük, akkor átdobjuk a labdát Robertnek, szintén a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium, a mostani nevén. Ott is. Utána a Liszt Ferenc Zeneakadémiát végeztem már, mint zongora művész és művésztanár. Klasszikus irányzatban. Így van. Igen. Így van. Neked mi áll közelebb a szívedhez? Természetesen a klasszikus inkább, amiben volt is szerencsém, hála Istennek Torontóban, mióta itt élek 20 éve, klasszikus, szimfonikus zenekarokkal játszani, mint szólista. Rachmaninov zongora verseny, Chopin zongora verseny, Bach zongora versenyeket játszottunk a CBSU szimfonikus zenekarral, és hát a jazzben is tevékenykedem, mint zongorista, úgyhogy... Nem is akárhogyan, ezt hallottam. Köszönöm szépen. Igen, és emellett tanítasz, és... Így van, van egy saját zongoraiskolám, a Horváth School of Music, ami most már 17 éve működik Torontóban. Gratulálunk hozzá. És még
saját stúdió is, valami ilyesmit is. Ez a saját stúdió. Ez a stúdió. A stúdió valószínűleg, hogy a Big Voice stúdióról beszél, ami az Elaine Overholt, egy világhírű vocal coachnak a stúdiója, ahol egy tanárasszisztense voltam. És tulajdonképpen még most is, csak én azt már otthon az én stúdiumban végzem. Te főállásban zenével foglalkozol? Csak zenével. Hát az a legjobb, az ember azzal foglalkozik, amit a legjobban szeret. Így van, hálásnak mondhatom magam, hálásnak. Melissával hol jött a kapcsolat? Hogy találtatok egymásra? A Big Voice stúdióban ismertem meg Melissát, ugyanott tanítottunk, és ez már testóval több mint 10 éve, 2005-től azt hiszem, ismerjük egymást, és nagyon sokszor játszottunk együtt mindenféle formációban, klasszikus, és jazz, és musical, Broadway show műsort is adtunk elő. Így hárman is Attilával, kiegészített nagyobb stábbal, és még egy énekessel, vagy kettővel, tehát elég sokat játszunk együtt. Melissa nélkül is játszatok együtt? Így, abszolút. Az első hibásunk egymás között. És hány éve élsz Kanadában? 20 éve. 20 éve. 32. Oh. Akkor nem vagytok újak Ontárióban. Nekünk nem. Újak voltatok az ottavai magyar közönségnek, és én azt hiszem saját nevemből és a közönség nevében is mondtad, hogy nagyon kellemes meglepetés volt. Köszönjük szépen a meghívást. Nagyon élveztük. Én mondhatom, én lehet, hogy a jazz részét jobban élveztem, mert okay. Kinek mi a közelebb a szívéhez. Egy kicsit meglepő, azt éreztük, hogy a közönség arra egy kicsit erősebben reagált. Hát nagyon szépen köszönjük, még és köszönjük. Sok, további sok sikert kívánunk neki, és szerencsés utat hazafelé, és még sok közös munkát. Abszolút. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk. Köszönjük.